Nagyon jó, meg vagyunk. Egy kis figyelmet szeretnék kérni, kedves vendégek. Házigazdáméknak jó napot kívánok. Én itt a vőlegény, követeként állok. De míg a háznál kérem, bemutatom magamat, hallgassák meg csak elhangzó szavamat. Vőlegényünk szépen arra adta szavát, hogy kérjem ki neki kedves szép mennyasszonyát. Mert esküvőre vinné ő házasság céljából, csak szűken van ő most szavaknak híjából. Mert vőlegény barátom, se eleven se volt, pedig ma reggel a pálinkaivásnál még semmi baja sem volt. Most meg engem vádor, bennem keres hibát, miért nem vittük neki oda drága kis mennyasszonyát. Ha meg szeretném át kérni itt az örömanyát, hogy vezesse elő nekünk az ifjú arát, de csak akkor, hogyha vőlegény megérdemli. Nagyon jó, semmi ellenkezés nem volt. Valami csatállat. Valami... Nagy tapsot a mennyasszonynak, kedves vendégek! Ez a főlegény barátom, mi idáig fáradtunk, a csókot át kéne adni, és mellé egy csókot a kedves mennyasszonynak. Ne keverd össze a forrendet. Nagyon jó. És akkor kedves mennyasszony, kedves vőlegény és kedves vendégek, mielőtt elkezdenénk a búcsúztatást. Azelőtt volna egy kérésem, a rangjelzéseket ki kéne tűzni vőlegénynek, két tanúnak, nekem, és illetve a koszorús lányoknak a csokokat széptelen osztogatni. És utána kezdünk tovább a búcsúztatóval. Annyit tudok neki segíteni, hogy megfogom hirtelen a virágot, és akkor megkérnénk a hölgyeményt, hogy a kitűzőket, amelyikkel kezdünk, szerintem ő lesz a vőlegény. Igen. Ugye? Akkor az elsőt fut be neki. Jó, tövig. Nem megy? Kemény a bőre. Lapos üveg van benne. Nagyon jó, csókot azért nyomja neki. Nagyon jó. Oké. Okay. Következő. Az lehet, hogy én jövök. Várjál, addig eldugom a... Ide, ide. Hát már az elsőt már betanulta. Következő, násznagy úr. Hát itt is van egy násznagy úr. Ide jó idő lesz, halljátok. Násznagy asszony. Jó, jött neki szövig, majd a koppan, akkor jó. Úgy nagyon jó. És még a csokrok, koszorús lányoknak, jó? Azt is elkérjük. Ja, gyertek hozzá a koszorús lányok. Hát bújtatok, ne legyenek szégyenlősek. Egy csokor, nagy puszi. Te dugd el, hogy. Még egy csokor nagy puszi. Van itt egy kis apró koszorús lány. Mielőtt mi mennénk tovább, akkor fokosomra a szallagot fel kellene kötni. Nézd csak, itt van. Ide, jó?
Nagyon jó. És akkor csendesség, tisztelt vendégsereg! Tisztelt vendégsereg! Egy pár szót szólát, még végét nem érek. Isten és ember előtt tesz ma igaz szerelemre, fogadalomra, kedves mennyasszonyunk és párja, mert a kedves ifjú pár az indulást már izgatottan várja. Ezért engedjék meg nékem, hogy én mondjak-e majd meghatóan szépet, kedves mennyasszony helyett a búcsú beszédet. Mert szűnjön meg most hegedűk zengése, sarkantjuk, pengetjük, pendülő csengése, mert búcsúzásomnak majd most lészen kezdése. S legyünk csendességben, míg lészen végzése. Anyukát megkérném közelebb állni a mennyasszonyhoz. Anyám, anyám, kedves édesanyám, ki voltál eddig felnevelőd anyám? Tudom, hogy fáj anyai szívednek, hogy búcsúzását látod kedves jó gyermekednek. Tudom, édesanyám, hogy szerettél, mint gyenge virágot ápoltál, neveltél. A jóra tanítottál, a rossztól féltettél, most pedig ne szárnyain veresztettél. Légy szerető, édesanyám, ha már nem leszek veled, a jó Isten vigyázza néked minden lépésedet. Két nagy puszit édesanyádnak szíved minden szeretetéből megköszönni, hogy felnevelt. Ugye édesanyja után van itt nekünk egy édesapánk is, akinek mondunk egy rövid kis búcsúztatót, és valahogy ez úgy kezdődik, hogy oly üresnek találom ezt a házat, nem találom benne drága édesapámat. De azért megérdemli, hogy jót mondjak rá én, nyugodjon békében a sötétség fenekén. Mihályt megkérném közelebb állni. Kedves Mihály, az Isten áldását kérem lelkedre, miként a harmat lehull a földre. Én köszönöm, hogy édesanyámmal vagy, és remélem a mai nap te is jól fogod érezni magad. Két nagy puszit kedves Mihályunknak. Testvért megkérném, hogy kicsit közelebb jönni. Kedves testvérem, elmegyek a házból, ahol együtt éltünk, ahol oly sok jóban volt együtt részünk. Az édesanyánkat mindig szeresd, hozzájuk a gondot, soha ne engedd. Mert tőled ennyi az én búcsúzásom, álljon meg az ég, szívemből kívánom. Mert tudni lévő, hogy a vér soha nem válik vízzé, és aki testvér, az testvér marad mindörökké. Légy szerető testvérem, ha már nem leszek veled, a jó Isten vigyázza néked minden lépésedet. Két nagy puszit testvérednek szíved minden szeretetéből. Mondom, sokszor voltam, amikor összevesztetek. Olyan nem volt. Nagyon jó. Nász nagyasszony, megkérnénk közelebb állni. Kedves Nász nagyasszony, az Isten áldását kérem lelkedre, miként a harmat lehull a földre. Én köszönöm, hogy elváltod ezt a fontos feladatot, a Nász nagyságot. És hogy mennyibe fog kerülni? Majd reggel itt is ki fog derülni. Két nagy puszit a Nász nagynak. Nagy szülő az, no? Igen, nagypapát. Nagypapát akkor megkérnénk közelebb állni. Egy kicsit oda, amikor közelebb papa. Kedves nagypapa, most ütött az óra, s mennyasszony lett a kicsi unoka. Nem felejtem el, hogy mennyit tanítottatok a szépre és a jóra, de most én a köreitekből kiválok, az Isten tinti néktek minden jót kívánok. Két nagy puszit a nagypapának. Papa visszaáll. És akkor kedves vendégek, rokonok, barátok, jó szívű szomszédok, itt jelen vagytok, az Isten áldását kérjük néktek is lelketekre, miként a harmat lehull a földre. Én köszönöm, hogy eljöttetek, s immáron engem máma az oltár elé vezettek. Nem mielőtt nekiindulnánk majd a nagy útnak, megkérdezzük a fiatalt, hát végigcsináljuk? Igen. Nagyon jó, egyetangzó igennel. És ezennel itt a búcsúszás befejezettek tekintsük, és akkor tessenek egy kicsit bejjel fáradni, kedves vendégek, lehet enni, inni, hogyha nem lássák, a zsebbe is lehet tenni. Úgy maradjon a tempomba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor kezdünk itt közben, itt valakinél...